A szankciók el vannak szúrva, el vannak kalkulálva, a diákok viszont készüljenek úgy, ahogy eddig készültek. A kormány ugyanis nem engedi, hogy ők legyenek a kárvallottjai bármilyen brüsszeli döntésnek. Mindenről Orbán Viktor beszélt szokásos rádióinterjújában. A miniszterelnök kitért a gazdasági helyzetre is, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, köszöni szépen, jól van, jól működik. Ambíció, ambíció, ambíció. Orbán Viktor szokásos péntek reggeli állami rádiós interjúját zárta így, miután beszélt az Erasmus programról, a szankciókról és a gazdaságról is. Hát készüljenek ugyanúgy, ahogy eddig készültek. Ezt az Erasmus ügy kapcsán mondta a miniszterelnök. Ösztöndíj program lesz, majd a brüsszeliekkel erről megegyezünk, ha meg nem, akkor meg a magyar költségvetés ki fogja ezt fizetni. A K-Monitor munkatársa szerint noha úgy tett a kormány, mintha meglepetésként érte volna őket a bizottság döntése, december 15-én már biztos, hogy tudtak róla. Ezt bizonyítja az is, hogy az év végén a költségvetést rendkívüli rendeletben módosították. Van egy olyan sor, ami ezeknek a külföldi, nemzetközi felsőoktatási programoknak a hazai társfinanszírozását, tehát a magyar pénzből, magyar adóforintokból való társfinanszírozását jelenti, és erre tavaly nyáron még csak 1 milliárd forintot szánt a kormány, és a 2023 végén, tehát amikor ez az EU-s döntés már látszott, akkor ezt megemelték 7 milliárd forintra. A szankciókról továbbra sem változott a miniszterelnök véleménye. A rádióban úgy fogalmazott, el vannak szúrva. A következő időszakban bátorság és erő hiány ez a szerencsétlenkedés folytatódik majd Brüsszelbe. Hozunk szankciókat, amiről kiderül, hogy nem működnek. Láthatóan például a gázvilágpiaci ára most már a háború előtti áron van. Láthatóan működnek ezek a szankciók. Mindenhol máshol is így gondolják. Orbán Viktor az egyetlen, aki azt hazudja a magyar embereknek, hogy a szankciók tehetők felelőssé az ő borzasztóan rossz kormányzásáért. A magyar gazdaságról viszont jó véleménye van Orbán Viktornak. Szerinte az kifejezetten jól működik, soha annyian nem dolgoztak, mint idén. A Magyarországra érkező beruházások sohasem voltak olyan magasak egy évben, mint éppen 22-ben, és én biztosan mondhatom önnek, hogy 2023-ban még magasabbak lesznek. Újabb rekordot fogunk dönteni. Kinőtt a fizetés, nem? Hát akkor nyilván az ő perspektívájából, az ő nézőpontjából minden szép és jó. Azok számára, akik meg mondjuk a havi jövedelmüknek a teljes egészét, vagy a 80-90%-át élelmiszerekre költik, és azt látják, hogy az elmúlt egy év alatt, 12 hónap alatt ezek az élelmiszerek azért átlagosan egy a 40-50%-kal drágultak, az ő számukra meg nem tekinthető ez annyira egy remek évnek, amit zártunk. A közgazdász hozzátette, ő úgy látja, hogy az elmúlt évek kormányzati intézkedései a kormánytöbbséget adó párt szavazóinak szóltak.